A kora középkor óta a halottakra november elején emlékezünk. Nem volt ez mindig így, ezt megelőzően a húsvéti ünnepkörhöz kötődött. A szekszárdi madrigálkórus ezúttal a református templomba hívott mindenkit egy emlékező estre. A Requiem az onnan kapta a címét, hogy úgy kezdődik az introitus, hogy Requiem aeternam dona eis domine, örök nyugodalmat adj nekik, Uram, és innen van a Requiem. Hát, hogy most miért pont ezt? Ennek furcsa története van, egy valamikori növendékem, aki most a Pörszel kórus tagja, évek óta foglalkozik, nem csak ő, mások is a környezetében olyan műveknek az átírásával, ami a Széchenyi könyvtárnak a kézirattárában található, nevezetesen az Eszterházi gyűjtemény. És Albrechtsberger műveinek egy elég jelentős hányada, közel fele található meg a Széchenyi könyvtárban, és csak a Széchenyi könyvtárban. Ebből választotta a neki és a kórusnak felkiált Requiem bemutatását erre az alkalomra Jobbágy Valér. Az az érdekessége, hogy azon ritka Requiemek közé tartozik, amiben nincsenek szószerepek, nincsenek szólisták, hála Istennek, így mi könnyen ki tudjuk állítani. Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy hangszerekkel adjuk elő, de hát sajnos nem jöttek össze, nem sikerült összeszerveznem a vonósokat. Így most Lozsányi Tamás vállalkozott arra, hogy zongorán szólaltatja meg a partitúrát. Nekünk ez egyrészt ez a stílus, ez a kora klasszika, ez nagyon kézenfekvő, elég sokat énekeltünk ilyet, és hát ez a reneszánsz az aránylag közel áll, barokkon keresztül, átívelően a barokkon. Johann Georg Albrechtsberger abban az időben élt, amikor a szekszárdi református templom épült. Albrechtsbergerről egy nagyon érdekes történet van. Állítólag a Beethoven, amikor Bonnból Bécsbe költözött, akkor azért ment, hogy a Haydntól tanuljon. Haydn 4 évvel volt idősebb Albrechtsbergernél, és nem igazán fordított figyelmet a Beethovennek a munkáira, és Beethoven ezt szokon vette, és valami elég dehonestáló véleményt alkotott róla, és akkor a Haydn azt mondta, hogy hát forduljon az Albrechtsbergerhez. Ő ajánlotta. Nyilván Haydn pontosan tudta, hogy kiről van szó. Na, ilyen módon Albrechtsberger többek között Mozartnak, Beethovennek volt a tanára, ja, és Beethoven a későbbiek során valamikor egy levélben igen-igen elismerően nyilatkozik Albrechtsberger tanító, tanári működéséről.